Csütörtöktől vasárnapig pattogott a labda a Rádh Géber Akadémia új sportcsarnokában. A négynapos junior leány kosárlabda döntőt Pécsett rendezték, melynek lebonyolítása megegyezett az elmúlt évek gyakorlatával. A 8 résztvevő csapatot 2-4-es csoportba sorolták, ahol az első 2 játéknap után kialakult erős sorrend alapján az első 2-2 helyezett vívhatta szombaton az elődöntőt, majd a győztesek vasárnap a döntőt. A házigazdák a bronzmérkőzést játszották, mely sokáig pontszegény és szoros csatát hozott a PEAC Kosárlabda Akadémia Pécs és a DVTK Akadémia között. A második félidőben azonban a Vencel Nóra vezette pécsiek ellenfelük fölé kerekedtek, és 62-45-re nyertek, így megszerezték a harmadik helyet. Teljes mértékben meg voltam elégedve a csapatunkkal, maximálisan kiadtuk magunkból mindent, amit tudtunk. A szurkolók egyszerűen hihetetlenül szurkoltak, és nagyon boldog vagyok, hogy így ért véget az utánpótlás. Sajnos igazából a harmadik negyedben éreztem azt, hogy kezdünk egy kicsit ellépni, és hihetetlen mes volt, tényleg. Maximálisan kiadtuk magukból mindent. Lehetett volna másképp csinálni, vagy szerinted így volt tökéletes? Ez így volt tökéletes, szerintem. Szurkolók nagyon-nagyon szurkoltak, és biztos vagyok benne, hogy a szurkolók nélkül nem sikerült volna. Hartung Anita vezetőedző szerint a lányok mind a 4 napon fantasztikusan teljesítettek, és megérdemelten szereztek érmet, de azt, hogy meg lesz a bronzérem, csak a találkozó végén hitte el az edző. Nagyon a végén, tehát hogy abszolút nem tudtam, nagyon koncentráltam a mérkőzésre, egy fantasztikus ellenfél ellen játszottunk, Magyarország egyik legjobb centerező csapatukban játszik, úgyhogy a legvégén tudtam, hogy megvan a bronzérem. Fantasztikus döntő volt szerintem, fantasztikus hangulattal, ez a csarnok maga a csoda, nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottunk, nem csak mi, hanem a többiek is. Én szerintem nagyon jók a visszajelzések, mindenképpen népszerűsítettük a kosárlabdát szerintem. Rádh Géber László kosárlabdamesteredző is elégedett volt a lányok teljesítményével, de ő a hozzáállást emelte ki, hiszen erőn felül küzdötte végig a csapat mind a 4 napot. Elégedett vagyok. Ez a generáció, ez a 2001-esben született, ők valószínűleg a nyáron érmet fognak szerezni, tehát a legjobbak ezekből a csapatokból, akik majd junior válogatottak lesznek, valószínűleg éremmel fognak hazajönni az Európa bajnokságban. Ez egy jó generáció, ezért nyilván jó kosárlabda is volt, és elnézést, a saját csapatunkról még annyit, hogy ki lehet nevelni Vencel Nórát, fantasztikus volt az a hozzáállás, de valójában nagyon jó nézni ezt a csapatot, és én valójában nem a bronzéremmel vagyok elégedett, lehetett volna ez döntő is, nincsenek sérülések, de én nekem itt az eredmény, és a siker az nem az eredményjelző táblán, amit ír. Nekem a siker az a mentalitás, az az agresszivitás, az a szenvedély, amit kaptam ezektől a lányoktól. És talán nagyobb dicséretet nem is kaphatnak, mint hogy a mentalitásuk az felidézte a pécsi felnőtt női kosárlabdának a legszebb napjait. A 7. helyért vívott összecsapáson egy végig szoros és fordulatos mérkőzésen a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia diadalmaskodott a Győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia csapatával szemben 62-55-re. Az 5. helyért az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata végig jobban játszott ellenfelénél, és 93-56-ra győzte le a Kecskeméti KC-t. A bronzmérkőzést tehát a Beac Kosárlabda Akadémia Pécs nyerte a DVTK Akadémiával szemben, a döntőt pedig a csata DS-e a Vasas Akadémia ellen játszotta. A találkozó első fele kiegyenlített játékot hozott, egyenlő állással fordultak a csapatok a második félidőre, ahol az Angyal Barbara vezette csata DS-e került fölénybe, és 70-62-re legyőzte a Vasast, így idén Turcsics Krisztián együttese nyerte a Leány Junior Országos A döntőt.